Sziasztok, amúgy az előző videónkban ígértem, egy Movie Geeks extrával jelentkezünk. Ez most nem egy ilyen videó formátum, hanem inkább maradunk ennél a podcastes formátumnál, ugyanis Álival úgy gondoltuk, hogy érdemes egy külön videót szentelni arra, hogy kibeszéljük a Star Trek Picard, a vadonatúj Star Trek sorozatot, amit mind a ketten nézünk. Hányadik résznél tart? Ötödik? Negyedik résznél? Most jön majd az ötödik rész, igen. Csütörtökönként van ugye az új részek, úgyhogy elkezdtük nézni ezt a sorozatot, és szerintem mind a ketten mondhatjuk azt, hogy nagyon pozitívan álltunk hozzá. Nem is vártam volna egyébként mást. Ki kell jelentenünk, hogy nagyon hosszú idő után raktak le az eredeti idővonalhoz hozzányúló Star Trek sorozatot. Ugye van egy Discovering, ami egyébként szerintem megint csak nem sikerült rosszul, de az ugyebár nem ugyanaz az idővonal, mint ami nem ugyanaz a generáció, ami ugye a Star Trek Picardban megjelent. Talán a legsikeresebb Star Trek sorozathoz nyúlnak vissza, méghozzá az új nemzedékhez. Így van pontosan, és hát visszatér a közkedvenc körkapitány után talán a legismertebb Star Trek szereplő, aki nem más, mint ugye Patrick Stewart által alakított Jean-Luc Picard, ő a névadója egyébként magának a sorozatnak is, és hát a 11 részesre tervezett sorozat, Star Trek Picard, negyedik részében is gyakorlatilag egy nagyon decens alkotást kaphattunk. Úgyhogy alapvetően, amikor az első trailert láttam, én nekem egy kicsit megfordult a fejemben az, hogy elrugaszkodnak attól a forgatókönyvtől, vagy attól a fajta sztori írástól, mint ami ugye a TNG-ben megjelent, hogy minden egyes résznek egy külön története volt. Itt egy teljes évadon keresztül próbálják meg átvezetni azt a sztorit, amit az első részben elkezdenek, és aztán a 11-ben majd remélhetőleg lezárnak, ha csak nem lesz valamilyen furcsa cliffhanger. És ez egy eléggé furcsa attitűdöt, eléggé furcsa hangulatot ad egyébként minden egyes résznek, mert míg a TNG-ben, ugye az új nemzedékben ott lényegében 45-50 perc alatt megkaptuk a teljes lezárását annak az adott sztorivonalnak, itt az első részben is olyan kérdéseket vetnek föl, amiket persze nem válaszolnak meg, csak a második, harmadik, negyedik, vagy még az elkövetkezendő részekben. Maga a sztori az a Romulán vonalat bontogatja egy kicsit ki, és hát nagyjából ott vesszük fel a fonalat, ahol a Nemezis ugye abba hagyta, méghozzá az, hogy a Romulán tanácsot azt ugye teljes egészében elpusztították Shinzonék, és aztán ezt követően felrobbant a Romulán csillag, aminek következtében ugye sok-sok embert azt ki kellett evakuálni a naprendszerükből. Itt álljunk meg egy fél pillanatra, itt neked nem volt egy kicsikét korábbi Star Trekekből érzete, tehát itt most a Körkék utolsó filmes kalandjára gondolok, a nem ismert tartományra, ami ugye úgy kezdődik, hogy felrobban a Klingon anyabolygó, és hát ugyanúgy a Klingonok segíteni kell a föderációnak, és lényegében itt is egy kicsikét szerintem, nem is mondom azt, hogy lopás az egész, vagy nagyon hasonló a dolog, tehát itt is lényegében a Romulán anyabolygó felrobban, és a föderációnak kell segítenie őket. Egy kicsikét engem zavart ez a fajta újra feldolgozott, újra felmelegített káposzta dolog. Vagy neked nem volt ilyen érzésed? Hasonló, de ez nem lenne az első alkalom, és ez igazából nem is a Star Trek Picardnak a hátránya, vagy a hibája, mert ezt valójában már sokkal régebben elkezdték. Ugye azt tudjuk, hogy a legelső Star Trek filmben, ami segíts Benni, melyik volt, mi volt az alcíme? Hagyjátom, volt alcíme? Hú, szerintem az csak Star Trek. Űrszekerek, fényösvény talán? Nem erre gondolok, hanem a J.J. Abrams féle verzióra. Az csak sima Star Trek. Akkor jó volt, akkor nem gondoltam rosszul, csak mondom, hát ha én emlékszem rosszul rá. Én erre mindig Star Trekként hivatkozom csak. Szóval gyakorlatilag a legelső filmen megtudjuk azt, hogy ugye ez a a Romulán anyabolygó, illetve anya csillag, az felrobban, és emiatt ki kell evakuálni a naprendszert. Gyakorlatilag innen indul el, és aztán játékokon, képregényeken, könyveken, és most a Picardon keresztül eljutottunk odáig, hogy sikerült az evakuáció, de ez eléggé drasztikus következményekkel járt. Megváltozott az egész Romulán társadalom, és az eddigi misztikum, rejtély, titok, titokzatos
távolságvonaltól elmozdultak inkább az egyenes beszéd irányába, ugye, ami Kendornak, Kendor bolygójának az egyik alaptétele. Minden esetre, hogy visszautaljak az eredeti verzióra, maga a felütés az szerintem tök jó. Tehát az, hogy egy teljesen új és még eddig kikövezetlen úton próbálja meg megtalálni a saját hangulatát a sorozat, az szerintem egy abszolút jó döntés. Nagyon sok olyan sorozat volt már, itt a Discovery-ről is visszautalnék, ami egy már ismert történetszálat próbál meg újra feldolgozni, vagy kis csavarokkal újra átéltetni a nézővel. Ehhez képest most egy olyan világban járunk, amit nem ismerünk. Ugye a 24. század végén, 2380-as években, 2390-es években járunk, és igazából nem sok mindent tudunk erről a korszakról. Nem tudjuk, hogy milyen technológiával dolgoznak. Nem tudjuk, hogy éppen hogy hívják az aktuális Enterprise-t, ugye a Föderáció zászlós hajóját, attól függetlenül, hogy egyébként a sorozaton alapuló, illetve a sorozat előzményein alapuló képregényben láthatjuk Picard előző hajóját, amiről megpróbálja ugye vezényelni ezt az armadát, ami az evakuációt vezényli le. Alapvetően egyébként szerintem ez a fajta felütés az tök jó, mert benne van az a misztikum, az, hogy nem ismerem, az, hogy nem tudom, hogy pontosan hova fogunk eljutni, ugyanakkor megvannak ebből fakadóan a maga hiányosságai, és ez pont abból adódik, hogy nem ismerünk eleget, nem tudjuk a hátterét, és pont emiatt szerintem azoknak, akik új emberként, új nézőként kezdenek hozzá ehhez a sorozathoz, nagyon sok bepótolni valójuk van, mert van egy milliónyi aprócska kicsi utalás, amikből össze kell rakni azt, hogy most valójában mi történt. És tudom azt, hogy Benny, te nem szereted azokat a filmeket, amiknél külön könyveket, meg útmutatót kell elolvasni ahhoz, hogy valamit érts. Nekem egy párszor eszembe jutott ez, hogy hú, várjál, akkor ez most mi is volt? Akkor ez most honnan is jutottunk el ideig? Holott én a Star Wars és a Star Trek közül inkább a Star Trek felé hajlok. Én azt gondolom egyébként, hogy ha a Star Wars, ezt nem is feltétlenül tartom én egy ilyen tudományos fantasztikus skifinek, és ezt a Boki mondja nagyon sokszor, és nagyon egyetértek vele, hogy a Star Wars az igazából egy fantasy. De viszont, hogyha igazi skifire vágyunk, ami tényleg egy ilyen tudományos fantasztikus sorozat, akkor mindenképp a Star Trek-et kell választanunk. És én azt gondolom, hogy tényleg ez egy hardcore fanoknak való sorozat, tehát hogyha nem nézted a TNG-t, hogyha nem nézted végig a filmeket, akkor nagyon bajba leszel. Tehát akkor itt így nagyon sokszor fogalmat sem lesz, hogy most mire utalnak, miről beszélnek. De azt gondolom, hogyha végignézted a filmeket, és főleg a TNG-s filmeket, illetve végignézted a TNG-s sorozatot, akkor azért itt nagyjából képbe leszel, nagyjából képbe tud helyezni ez a sorozat. És én nagyon nagy örömmel vettem tudomásul, hogy egy kicsikét eltávolodtak attól a fajta Star Trek filmtől, amit az utóbbi időben J.J. Abrams meghonosított, tehát itt nem az akción van a hangsúly, itt nem a pörgős, hihetetlen űrcsaták vannak középpontban, hanem visszatértünk ahhoz, amit én borzasztóan szerettem a TNG-be, hogy igazából nagy örömöt tud okozni az is, amikor mondjuk két karakter leül beszélgetnek, és akár mondjuk ilyen tudományos dolgokról tudnak beszélgetni hosszú perceken keresztül, és keresik a megoldást egy problémára. Én ezt a sorozatot nagyon szerettem a TNG-t, nekem az volt a nagybetűs sorozat, az első Star Trek élményem, és pont emiatt szerettem meg, hogy nem egy feltétlenül pörgős, hanem nagyon sokszor gondolkodtató, nagyon sokszor ülj le és csak élvezd azt, hogy a karakterek interakcióba kerülnek egymással. Én nem néztem a Discovery-t, de ahogy néztem, az is inkább ez a fajta pörgősebb, akcióorientált sorozat. Na most a Picard az szerintem sokkal jobban visszanyúlik a TNG-hez, és teszi ezt szerintem nagyon jól. Maximális egyet tudok egyébként érteni ezzel. Ugye, ahogyan a TNG, ugye a Picard is megmutatja azt a fajta a Föderációnak azt a fajta eszenciáját, amiről szólnia kellene egyébként a Star Treknek, mint univerzumnak. Az, hogy a Föderáció nem egy militarista szervezet, hanem egy alapvetően pacifista, kutató, humanitárius szervezet. Annak ellenére, hogy egyébként van egy furcsa ellentét, ilyen érdekellentét abban, amit ugye te is mondtál még a bevezetőnek a legelején, hogy a Föderáció segít, a Föderációnak kell segíteni, ugye a Klingonoknál most, a Romulánoknál is a Föderációnak kell segítenie. Én ezt értem, hogy alapvetően egy segítő szervezetről van szó, aki az életet azt mindennél fontosabbnak tartja, legyen szó bármilyen életről, és ugye ez is egy milyen érdekes dolog, ami megjelenik a Picardban is. De azt gondolom, hogy nem feltétlen kell, tehát éppen emiatt talán van benne egy pici fan
fantasztikus rész is, hogy annyira utopisztikus, ami a mai ember számára talán egy picit elképzelhetetlen, hogy egy egész föderáció, egy egész szervezet összefogjon azért, hogy valaki olyas valakin segítsen, amihez érdeke egyébként nem biztos, hogy fűződik. Nagyon jól átadja ezt egyébként a sorozat, mert valójában az emberiség nem tud ezektől az ellentétektől és önérdekektől elszakadni. Ugye ez megjelenik abban, hogy nagyon sokan nem értettek egyet azzal, hogy a romulánokat evakuálják. Mert mi érdekünk fűződik ahhoz, hogy gyártási költségeket, embereket, illetve hajókat szánjunk egy olyan feladatra, ami igazából nekünk nem feltétlen érdekünk. Egész eddig nem okoztak nekünk előnyt, nem adtak segítséget a romulánok, talán kivétellel. Most ehhez képest mégis megmentjük őket. Elég furcsa diszonanciát keltett a föderációnak a vezetésében is, és ez nagyon jól egyébként érzékelteti a sorozat. Ugyanis egy egészen kaotikus helyet kapunk meg az univerzumban, ahol a föderáció és a romulánok egy ilyen hallgatólagos együttműködésben dolgoznak, mégis az emberek valamiért pikkelnek úgymond a romulánokra, amiért nekik tulajdonítják ugye a Mars elpusztítását, amikor androidok mészárolták le a föderációs bázisoknak a lakóit, felperzselve Mars felszínét. És ez megint egy ugyanolyan téma, ami habár burkoltan is, de megjelenik ebben a sorozatban, hogy mégis meddig mehetünk el az androidok használatában, és mikor válnak ellenségeinké ezek az androidok. És itt hadd utaljak vissza egy nagyon-nagyon érdekes TNG részre, ami az emberi értéke, vagy angolul The Measure of a Man, amiben az egyik Picardos szereplő, ugye Brennox, egy kutató tiszt, azt szerette volna elérni, hogy Détát szétbontsák és tanulmányozzák. Igen, és egy nagyon hosszú tárgyalás van itt a filmnek a végén, ahol ugye egyes volt az, aki a vádat képviselte, és Picard volt az, aki Détát védte. Az egy tényleg remek rész volt, és ott is egyébként nagyon ilyen elgondolkodtató dolgokról beszéltek pont itt az android személyiségével kapcsolatban, úgyhogy erre most így belegondolva tényleg nagyon-nagyon visszautal arra is. És nagyon jók egyébként ezek az apró kis kitekintések, tehát amikor az első részt én megnéztem, akkor így úgy voltam vele, hogy basszus, ki az a Brennox, de olyan ismerős, és így... Bruce Maddox. Igen, és akkor így egy olyan másfél óra után beugrott, hogy brasszus Bruce Maddox, aki a TNG-ben is szerepelt, és hogy ő folytatta a kutatást, ugye a TNG során is, a későbbi epizódokban ugye kapcsolatban volt Détával, és a munkájáról, a napjáról érdeklődött, ami megint egy ilyen nagyon jó kis kikacsintás, tehát ez egy annyira megpengette bennem ezt az igazi Star Trek fanatikust, hogy egy ilyen nagyon jó melegséggel eltöltött, és annyira szerethetőek voltak ezek a kis apró kicsi nüansz, amik minden egyes ilyen dolog az ilyen pozitív érzéssel töltött el. Nem beszélve arról, hogy Patrick Stewartnak, illetve nem is Patrick Stewartnak, hanem Jean-Luc Picardnak van egy betegsége, ami ugyancsak megjelenik ebben a sorozatban, ami megint csak a TNG-ben jelent meg. Tehát, hogy így minden mindennel összefügg, de... Ráadásul ugye, hogyha belegondolsz, ugye a TNG-nek az utolsó része is ugye arról szólt, hogy már idősebb szereplők vannak, és az életüket hol élik, és ott is egyébként szinte visszanézve egy az egybe úgy néz ki ez a szőlő birtok, az utolsó... Picard. Igen, a Chateau Picard egy az egybe úgy nézett ki a TNG-be, mint itt most a Picardba, tehát akkora piros pont arra, hogy ennyire figyeltek az apróságokra, és látszik az, hogy akik ezt a sorozatot készítették, azok valószínűleg vagy nagy rajongói voltak a TNG-nek, vagy nagyon figyeltek arra, hogy igen, minden egyes utalás, minden egyes név, helyszín, fegyver, minden stimmeljen, és szerintem ez egy óriási nagy piros pont, hogy ilyen apróságokra is képesek voltak odafigyelni. Szóval látszik az, hogy szeretettel csináltak ezt a sorozatot szerintem. Igen, és ilyen az, amikor Star Trek fanok alkotnak Star Trek fanoknak. Igen. Sőt, tovább megyek és pontosítom, Star Trek TNG fanok alkotnak Star Trek TNG fanoknak egy sorozatot, és ez látszik, hogy tök jól fog elsülni. Szóval nem hibátlan maga egyébként a Picard, mert mindjárt beszélni fogok arról, hogy milyen hibái vannak, de egy nagyon-nagyon decens és jó kis hangsúlyos, fajsúlyos Star Trek sorozat, és megkockáztatom amúgy, de szerintem a kategóriájában, tehát hogy a Star Trek univerzumot nézzük, akkor az utóbbi időknek az egyik legjobb alkotása. Én tovább megyek szerintem a TNG sorozat óta, meg a filmeket is idevéve, szerintem a legjobb Star Trek kaland, amit kaptunk. Nem tudnék olyan sorozatot vagy mondjuk filmet mondani, ami ennyire Star Trek-es lenne. Tehát így a Star Trek-séget talán ez hozza vissza a legjobban a TNG sorozat óta, ami szerintem fantasztikus, és így kicsit az androidokra visszautalva, ami nekem itt megint csak nem
tetszett ez a, ebbe a sorozatba, tehát hogy ez az androidok öntudatra ébrednek és az emberek ellen fordulnak, itt meg egy kicsikét nekem ez a Battlestar Galactica ugrott be, de megint csak lehet, hogy itt így én vagyok az, aki túlságosan is szőrös szívű és nagyon szőrözik, de nekem itt, amikor ezt az egész témát itt így felvetették, akkor nagyon ilyen Battlestar Galacticás feelingje volt az egésznek, de hát tényleg ez legyen a legnagyobb problémám, és amit egyébként még meg akartam itt így említeni, hogy nagyon könnyen el lehetett volna menni szerintem ennél a Picardnál abba az irányba, ami szerintem egy nagyon rossz irány lett volna, hogy igen, Picard szembesül ezekkel a problémákkal, régi csapat újra összeáll, és Picard szól Worfnak, Egyesnek, LaForge-nak, és megszerzik a vadonatúj Enterprise-t, és mindent egyébként rendbe tesznek, és nagyon jó volt az a jelenet, az annyira egy szívhez szóló és zseniális jelenet volt, amikor itt így kérdezik Picard, hogy hát miért nem szól LaForge-nak vagy Egyesnek, és mondja azt, hogy azért, mert jönnének, és nem akarja, hogy azért segítsenek neki, mert hogy hát hogy is mondjam, felelősségüknek érzik azt, hogy segíteniük kell a kapitánynak, és szerintem ez egy annyira szép gondolat, és ez egy annyira jó gondolat, hogy igazából ne akarjuk belevinni ebbe a sorozatba az összes régi TNG-s szereplőt. Úgyhogy nekem ez is egy ilyen nagyon nagy piros pont. Azok a kitekintések, hogy hetest majd ugye a későbbi részekben ugye láthattuk az előzetesbe itt így behozzák, vagy mondjuk itt így említés tájékán tudjuk, hogy mi van Worf-al, tudjuk, hogy mi van Egyessel, Détára visszagondolunk, ezek bőven elegek. Ez a sorozat, ez Picardról szól, az ő valószínűleg utolsó nagy kalandjáról, mivel ugye te is mondtad, ez a halálos betegség azért be van lengetve, hogy nem feltétlenül akar Picard se élve visszatérni erről a kalandról. Szerintem ez egy nagyon személyhez szóló, nagyon szívhez szóló és nagyon személyes kaland, ami aki ezen a TNG-n nőtt fel, és aki Jean-Luc Picard karakterét közel érzi magához, azt pillanatokon belül bevonza és nagyon meg tudja fogni szerintem. Hát igen, és nagyon jó, hogy megemlítetted egyébként ezeket a visszatérő szereplőket, mert ugye Patrick Stewarton kívül visszatér még ugye Jonathan Frakes. Egy részre ég, igen. Így van. Aztán visszatér ugye Jerry Ryan is hetes képében, mert visszatért már, mert ugye valójában már szerepelt. Én azt a részt még nem láttam, de majd kíváncsi leszek. Hát talán az első rész, amiben űrjelenetet kapunk, és nem tudom, annyira jó, tehát minden nosztalgikus, és amúgy az a jó ebben a sorozatban, hogy nem próbál meg a nosztalgiára alapozni. Amit ugye te is mondtál, hogy jó, hát visszahozzuk akkor a régi karaktereket, és akkor biztos mindenki szeretni fogja. Nem. Nagyon jó, hogy egy igazán határozott véleménynyilvánítás egyébként ez a sorozat amellett, hogy nem kell visszahozni a régi sorozatokat ahhoz, hogy valamilyen nosztalgikus hatást érje el. Egészen egyszer csak elég az, hogy megfogod a jókat a régiből, kiutalsz rájuk az újban, és megmutatod, hogy tessék, itt van, ez volt az a sütemény a nagymamától, amit te annyira szerettél, az ízére emlékszel, az illatára emlékszel, de megmarad egy emléknek, és ezt helyén kezeli ez a sorozat. Nekem ez nagyon jó. Ugye visszatér a tanácsadó is, és persze, akit már láthattál, akkor lehet, hogy te is visszatér, Hugh is, ugye a Borg? Úgyhogy nagyon sok szál az összeér ebben a sorozatban, a Borgos rész, a Romulán rész, Picard betegsége, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezeket hogy hozzák össze. Nekem van egy pár teóriám egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ugye az android lány, ugye Soji, illetve Dázs, ők ugye kiderül róluk, hogy androidok, romulánokkal dolgoznak együtt egy Borg kockán, és egy romulán ex-Borg, jobban mondva Borg ex-romulán, nem is tudom, hogy lehetne ezt őszintén, vagy jól korrektül kifejezni, ő az, aki Seb Chenevnek hívja, ami ugye valójában a pusztítót jelenti, hogy mi van akkor, hogyha a romulánoknak van egy furcsa múltbeli kötődése valamiért a Borgokhoz, úgyhogy lehet, hogy vannak itt még olyan szálak, amiket még nem fedeztek föl, és amik szerintem érdemesek arra, hogy ezt kibontsák. Egyébként tök érdekes az, hogy valóban a romulánoknál nem voltak robotok, illetve nem találkoztál semmifajta mesterséges intelligenciával, és ez valóban ez egy ilyen furcsa felismerés, amire nem is gondoltam se a TNG, sem az ezt a követő sorozatok folyamán, hogy így basszus, tényleg igaz. Mert miért nem találkoztam velük? Itt a Borgra csatolnék rá, hogy szerintem egy baromi jó ötlet volt az, hogy a Borgokat is behozták erre, mert azért eddig szerintem nagyon nem gondolkodtunk azzal, hogy oké, hát ott van ez a Borg kollektíva, de hát azért egy-egy ilyen Borg kocka tele van
milliárdnyi olyan egyeddel, akikkel most igazából kezdeni kell valamit, és szerintem tök jó az is, hogy ezt így megmutatják, hogy hogyan próbálják ezeket az egyedeket, nem is tudom, újra hasznosítani, vagy nem tudom, hogy ez-e a jó szóra, de hogy egyébként ezzel a problémával, hogy hát ott egy borkockát, mit csináljunk vele? Tök jó, hogy ezzel is próbálnak kezdeni valamit. Hát igen, csak ugye az a kérdés, hogy ez a borkocka az történetesen hogyan került oda, ahova került. Igen. Úgyhogy itt meg van sok olyan kis titok, amit érdemes lesz felfedni. Viszont egy picit hadd beszéljek a hibáiról, mert szerintem most már az egekig magasztaltuk ezt a sorozatot, természetesen okkal, viszont ezért van hibája is. Az egyik az az, hogy sajnos önhibáján kívül, de szerencsétlen Patrick Stewart nagyon megöregedett, és ez nagyon érződik, tehát elfogyott az a fajta. Ez baj? Szerinted? Nem mondom azt, hogy baj, csak... úgymond sajnálom. Tehát én nekem ugye a TNG-ben ő egy ilyen nagyon határozott, energikus, határozott, karizmatikus vezető volt, és ezekből a tulajdonságaiból egyébként most sem veszített, de ugyanakkor hozzátevődött az, hogy már egy idősebb, tényleg egy ex-admirális látunk, és nem pedig egy kapitányt. Én nem feltétlen mondom azt, hogy ez baj, azt sem mondom, hogy feltétlenül ez jól áll neki, inkább úgy mondanám, hogy egy kicsit sajnálom, hogy az ő karaktere és az őt játszó színész ennyire megöregedett, mert biztos vagyok benne, hogy el tudnám még képzelni még egy 5-6-7-8 évig is akár őt Picard kapitányként, ami azért valljuk be, az ő korában már nem biztos, hogy meglepő, annak ellen egyébként, hogy elég friss elméje van Patrick Stewartnak, de sajnos nyilván az öregedéssel sajnos ő sem tud mit kezdeni. Viszont egy másik problémája a sorozatnak, amire viszont nem tudok egészen egyszerűen mit mondani, és ez egy elég határozott hiba, elég súlyos hiba, amit elkövetnek, és az pedig a díszleteknek és a különböző űrhajóknak az újrahasznosítása. Ugyanis a kompok azok gyakorlatilag egy-egyben a Discovery-ből lettek átemelve, nem igazán látunk benne föderációs új hajókat, ami megint csak nekem egy ilyen hátrány. Én mindig is el voltam ájulva a föderációnak a hajó dizájnjától, amit most valahogy nem sikerül megmutatni. A Riosnak, a másik főszereplőnek, a spanyol kapitányunknak hajója sem az az igazi föderációs hajó. Ebből a részéből egy picit talán veszített, de hát nem is a föderációról kell szólnia, ugye a Picardnak, hanem a névadó szereplőről és az ő kalandjairól. De ez, hogy újra hasznosították egy-egyben a díszleteket, az ilyen olcsóság érzetet ad neki. Igen. Sajnos. És ezt egyébként én is észrevettem, hogy látszódik az, hogy a Discoveryhez megvolt az a fajta design, meg voltak a mondjuk. Igen, meg a büdzsé, és igazából a Picardot meg próbálták minél kevesebb pénzből kihozni, és hát ha már ott volt a Discovery-nek ez a fajta dolgai, akkor hát használjuk fel azt is. Csak hogyha mondjuk nézted a Discovery-t, akkor tényleg szarul fog kinézni ez az egész. Illetve nekem még, amik itt így idegesítőek voltak, és amik itt így nem tetszettek egy kicsikét, hogy, és most ez nagyon szőrözésnek fog tűnni, de mondjuk ott vannak ezek a jelmezek, mondjuk ezek az egyenruhák, amik nagyon érthetetlen módon most valami újfajta egyenruhát használnak így a Csillagflottánál, pedig azért az utolsó filmeknél láthattuk azt, hogy maradtak ennél az újfajta, nem is tudom, milyen kékes dizájnú ruháknál, ahol a rangjelzés a ruha alatt fut. Most akkor visszamentünk ugyanoda, ahol mondjuk a TNG játszódott, ami nekem mondjuk egy picikét nem szimpatikus, hogy legyen már egyfajta folytonosság, ha már ebbe itt így beleálltunk, illetve egy kicsikét itt Détánál vannak zavaró gondjaim, tehát most lehet, hogy itt az a probléma, hogy nem olvastam a könyveket, nem olvastam a képregényeket, de ugye a Nemezis úgy ért véget, hogy Déta valamilyen módon le tudta menteni a saját programját, és újra tudta indítani ebben a Détára hasonlító robotban. Most... Igen, nincs semmi utalás, hogy most vele mi történt. Tehát, ha már ilyen szépen a Nemezissel foglalkozunk, és valamilyen módon visszautalunk rá, hogy Déta feláldozta magát, akkor hol van az a robot? Hogy még csak meg sem említjük. Megemlítették? Persze. Viszont azt nem tudom, akkor az ötödik részben már... Nem, az még nincsen kint. Talán a második részben, amikor Daystrom intézetben vannak Okinawában, Picardék, és akkor előveszik Bifornak a testét, és ott mondja is, hogy valójában leépült.
leépült, igen. Amúgy na erre a... akkor valamire nem figyeltem, de jó, hogy akkor viszont visszavontam. Hát igen, hogy ezért nem egyszerű, és ugye Nguyen Xungnak, aki Data alkotója, neki se volt egyszerű dolga, valójában Data volt az egyetlen olyan android, aki bármifajta mentális sérülés nélkül képes hosszabb időn keresztül üzemelni. Ugye ehhez képest mind Lore, ugye Data-nak a testvére. Lore nem a testvére volt? Á, most már az a baj, már... Lore volt igen. A testvére. Én most néztem újra pont azt a részt, ahol a TNG-be Xung hívja a Data-t, és a hívásra Lore is reagál, és ő is megy, úgyhogy Lore a testvére volt. Lál, hülye vagyok, jó. Lál, igen. Igen. Igen, szóval ugye Lore meg Lál mind a kettő vagy valami furcsa mentális deficittel rendelkezik, vagy hát ugye leépül, tehát nem képes arra, hogy hosszabb időn keresztül üzemeljen. Valamiért Bruce Maddox képes volt egy olyan áttörésre, amivel ezt ki tudta küszöbölni. Nem tudom, én szerintem egyébként ez nem volt baj, szerintem ez kellőképpen ki lett fejtve. Inkább arra szántak nagyon kevés időt, hogy ugye Fate, aki az android, aki ugye ott lemészárolja annak a marsi bázisnak a legénységét, hogy az ő szériáját azt hogyan hozták létre. De ugye ez is egy nagyon jó utalás, hogy miért ugye F8 Fate végzett. Nem tudom, hogy ebbe például belegondoltál-e, hogy hát a végzet hozta el a Mars számára a véget. Ez jó. Erre így nem, de ez így tényleg jó. Úgyhogy ezeket mind így később rakódnak össze ezek a dolgok. És persze az is kérdés, hogy Data-nak és ezeknek a mesterséges intelligenciáknak milyen kapcsolata lesz majd a Borggal. Tehát itt van meg annyi olyan aprócska kis szál, amikről órákon keresztül tudnék beszélni, de nyilván az nem, azt nem engedi a műsoridő. Alapvetően ez egy tök jó sorozat. Apropó, bocs, még egy dolog, így visszatérve az uniformisokig. Én nekem azzal egyébként nem volt problémám. Talán az az egyetlen problémám vele, hogy még a TNG-ben egyébként abszolút realisztikus. El tudom képzelni, hogy így néz ki egy csillagflotta egyenruha. Ebben valamiért egy kicsit ilyen fanfictionnek tűnt. Amivel nem is a dizájnjával van a problémám, hanem magával a megalkotásával. Funkciójával. Igen, így van. Tehát az, hogy ahogy ezt létrehozták ahhoz, nem tudom, nekem egy kicsit így furcsa volt, és kilépett a filmvászorról. Ja, pontosan, igen. Nagyon művi volt. Mert ezekre az egyenruhákra tényleg úgy figyeltek, hogy na igen, ez tényleg el tudom képzelni, hogy egy űrhajón ilyen egyenruha legyen. Na most ezt látva, ezt nem tudom elképzelni. És tudom, hogy ez szőrözés, de pont az ilyen apróságok miatt szerettük annyira a TNG-t, hogy az ilyenekre is figyeltek. És nekem egy dolog jutott eszembe, hogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat, ez nekem csak akkor tud működni a legvégén, hogyha Jean-Luc meghal. Tehát el tudod képzelni azt, hogy túlélje a sorozatot Jean-Luc Picard, mert én nem. Szerintem mindenképpen őnek itt valamilyen módon meg kell halnia. Szerintem nagyon afelé tendálunk. Én csalódott lennék, hogyha ő ezt itt túlélni, és mondjuk visszamenne a szülészetbe. Én tartok tőle, hogy nem fogják amúgy elengedni Picard kezét. Tehát ő túlságosan is nagy karakter ahhoz, hogy így elengedjék, de egyébként én is azt tartanám jónak, és ha belegondolsz és logikusan végiggondolod, akkor minden afelé halad, hogy ez legyen a reális végzete az ő karakterének. És itt nem feltétlenül csak a betegségére gondolok egészen egyszerűen. Én úgy gondolom, hogy ez a sorozat, ez ha bár nevezetesen vagy névileg ugye Picardról szól, de leginkább az is a célja, hogy megalapozza a következő karaktereknek a jövőjét. Tehát itt át kell adni a stafétabotot egy olyan generációnak, akiből fel lehet építeni a következő generációt, vagy az új generációt, az új nemzetéget mondhatnám. És például erre ilyen szempontból lehet, hogy akár Rios is jó lehet, aki egyébként egészen érdekes karakter a maga nemében. Viszont akit ki nem állhatok, aki egy ilyen egyenesen idegesítő karakter, az ugye Dr. Agnes Jurátinak a karaktere. Nem ja, tudom, az nekem is. Ő nekem valamiért irritál. Igen, igen. Úgyhogy nem tudom, egyébként rajta kívül nincsen úgy különösebben senkivel problémám, bár még nagyon az elején járunk a sorozatnak, úgyhogy... Elején járunk, de azért mégis több, mint a fele már ment, úgyhogy ez a fura. Hát az egy harmad. Vészesen közeledik azért sajnos a vége ennek a sorozatnak. Így zárásként azért szerintem annyit elmondhatunk, hogy azért ha van sorozat, ami jelenleg így a skifi műfajban követendő, akkor szerintem az mindenképpen a Picard, és így most én nagyon utána gondolkodtam, hogy mégis milyen olyan skifi sorozatot tudok még mondani, amit érdemes lenne most így követni, főleg annak, aki mondjuk egy ilyen Star Trek TNG-n szocializálódott, vagy nőtt fel, mint mi. Hát nagyon sokat
nem tudok összeszedni. Igen, de a Star Trek egyébként mindig is egyedülálló lesz, és azok fogják nagyon értékelni, akik ezen nőttek föl. Emiatt talán azoknak, akik most kezdenek bele, egy kicsit nehéz dolgukat, de én azt javaslom, hogy mindenképpen kezdjék el. Hadd hozzak fel egy nagyon jó példát erre. Én a párommal kezdtem el ezt a sorozatot, a Picardot, és beleszeretett, és azt mondta, hogy fú, hát én nekem meg kell néznem, mi az, amit én javaslok, hogy mivel kezdje a Star Trek univerzumot, hogy ezt annyira tetszik neki. És mondtam, hogy figyelj, ez Új nemzedék. És elkezdte nézni az Új nemzedéket. Tehát, hogy szerintem ez egy tök jó felvezetés lehet, hogyha valaki most akar belekezdeni a Star Trekre, akkor keres sosem találhatna jobb alternatívát, mint a Star Trek Picard. Szóval nézzetek Picard mindenképpen, írjátok meg kommentben nektek, hogy tetszik, nektek hogy tetszett a sorozat, melyik volt a kedvenc Star Treketek, a TNG, az eredeti, a Voyager, a Deep Space Nine, vagy pedig a Discovery, nem tudom, kihagytam-e valamilyen Star Trek sorozatot még. Mondta Star Trek Enterprise-t, mondtad. Ja, igen, tényleg, a bakulás, basszus, azt el is felejtettem, fú, de utáltam azt. Hát egyébként az is akkor ért véget, amikor kezdett jó lenni. Érdekes lenni, igen. Igen. Hát reméljük, hogy egyébként a Picard az nem jut erre a sorsra. Hétvégén egy szokásos adással jelentkezünk, Ádit akkor sajnos majd nélkülöznünk kell, de természetesen, amint ideje engedi, ő is visszatér, aztán beszélgetünk a filmekről, addig is sorozatozzatok nagyon sokat és nézzük.